A már saját lemezzel is rendelkező Csillagkórus és a Louisiana Double zenekar ismét együtt lépett fel, ezúttal a Ferencvárosi Művelődési Központ szalon termében, ahol minden csütörtök délután tartják próbáikat, és ahova várják az új jelentkezőket is. Csillagkórus története az most már 6-7 éves stabil múltra tekintett vissza. Kezdetektől a Louisiana Double-el közösen mondhatom, hogy az igazi közös nagy csapatmunka az velük kezdődött, és azóta is velük folytatódik. És hát itt a 9. keretben indult ez az egész történet, mert hogy itt a Kőrösi Csoma Sándor kétanyelvű általános iskolában voltam én akkor énektanár, és egy kis iskolai kórust vezettem, és egy kerületi rendezvényre mentünk el úgy, hogy oda elhívtam a Louisiana Double két tagját, Pintér Zsoltot és Apáti Ádámot, és így velük kiegészülve léptünk ott fel, és annyira jól éreztük magunkat, meg jó volt a műfaj választás is, hogy gospeleket énekeltünk, hogy ez így maradt, és aztán onnantól együtt megy ez az út. Ferencváros büszkesége is vagytok. Tehát miként alakult azóta a Csillagkórusnak a sorsa, és hát mondjuk el azt is, hogy milyen komoly sikereket értetek el az elmúlt években. Hát örülök, hogyha ez a Ferencváros büszkesége is, és ezért sem véletlen, hogy vissza is jöttünk a kerületbe, mert most már annyiféle iskolából járnak a Csillagkórusba diákok. Egyébként nagyon sokan különböző 9. kerületi iskolákból, de hát nyilván nem csak ebből a kerületből, hogy így végül a tavalyi év végén megtaláltuk, remélem végleges helyszínként a Ferencvárosi Művelődési Központot, hogy itt tarthatjuk a heti próbáinkat minden csütörtökön 4-től 6-ig. Ha ez itt lehet a reklámhely, akkor várunk bárkit sok szeretettel énekelni, elsősorban általános iskolás és középiskolás diákokat, de akár felnőtteket is. És hát a Csillagkórus legnagyobb eddigi sikerének azt mondhatom, hogy a 2 évvel ezelőtt a Cseh Tamás program részeseiként egy első lemez megjelenésre kaptunk lehetőséget a Nemzeti Kulturális Alaptól, és hát éltünk is ezzel a lehetőséggel, és azóta is nagy örömmel
hallgatjuk a saját dalainkat, meg hallgatják remélem egyre többen lévő rajongók, meg hát ez azért egy közös munkát jelentett a Grillus kiadóval és Grillus Dániellel, úgyhogy azóta olyan rendezvényeken is fölbukkanunk, amik az ő nevéhez fűződnek, úgyhogy hát ez egy jó út, és rajta vagyunk, és haladunk rajta előre. Ezt bluegrassnek hívják, illetve gospel bluegrassnek, ami az amerikai Appalachia-hegységben nyerte el a végső formáját, és onnan jött vissza a városba. Ez hegyvidéki népzene volt, ami azt jelenti, hogy az emberek funkcionálisan játszották. Tehát táncoltak rá, mulattak rá, de igazából a zenének ennyi volt a fő funkciója, és egy másik funkció pedig az volt, hogy a templomban énekeltek, és ezek a műfajok keveredtek össze, és ebből lett egy gospel bluegrass. A bluegrass az egy nagyon hosszú történet, az egy 1930-as években a városba kihozott hegyi népzene, amit végül kicsit letisztítottak, és azt mondták, hogy mostantól kezdve ez bluegrass. Kentucky államnak a úgynevezett becenevéről nevezték el, az a kékfű vidéke, és erről kapta a nevét az első ilyen zenekar, ami már városi zenét játszott, mert előtte parasz zenének hívták. Szoktatok a Csillagkórussal olyan koncertet is adni, ahol lehet táncolni is? Nem adtunk még ilyet, de jó ötlet. A tradicionális felállás az úgy néz ki, hogy mandolin, hegedű, banjo, gitár, nagybőgő. Ezek, de igazából két hangszerrel is megszólal. Úgyhogy az is lehet, hogy hegedű, gitár, az is lehet, hogy mandolinoznak, és mellé énekelnek, úgyhogy ez egy nagyon tiszta zenei stílus. Ez akár egy hangszerrel, vagy hangszer nélkül is megszólal. Miért jó a Csillagkórus tagjának lenni? Hát erről szerintem majd remélem, hogy a gyerektagok is tudnak majd beszélni. Én azt tudom mondani, hogy szerintem azért, mert egy nagyon-nagyon nyitott, jó, nagyon jó hangulatú csapat.
tudom, hogy olyan nemrég érkezett tagok, akik máshol is kórustagok, és persze nem hagyták abba az ott lévő munkát sem, mondták, hogy hú, hát ez valami egész más, mert hogy ez egy ilyen nagy baráti társaság, és kicsit olyan heti társadalmi esemény is a gyerekeknek, hogy itt összetalálkozhatnak a barátok. Zömében angol nyelven énekelünk, amire azt szoktam mondani, hogy azért az egy kicsit ilyen nyelvi fejlesztésben is bizony segítséget tud nyújtani a gyerekeknek, tehát szerintem ezért is jó. A műfaj, amin elindultunk, az nem csak a gospel, hanem gyakorlatilag bármi, amilyen amerikai népzenei kötődésű számok, és könnyen énekelhető, viszonylag egyszerű, dallamvilágú, hangszeren is ki tudják teljesíteni a gyerekek a vágyaikat. Úgy hallottam, hogy friss tagok vagytok a Csillag kórusban, honnan érkeztetek, és miért ezt a kórust választottátok? Én Csepelről jöttem, és a Sztélo Gábor iskolából, és azért, mert a barátnőm szeretett volna idejönni, mert a tanárunk, az énektanárunk itt az egyik vezető, és ő ajánlotta nekünk, hogy jöjjünk, hogy így is fejlesszük magunkat. Akkor te voltál a lelkes barát? Igen, de én kőbányai vagyok, de ugyanúgy a Sztélóból jöttünk, és hát sokkal másabb, mint amúgy a Sztélo, szóval szerintem sokkal lelkesebb, meg jobb is. Nekem nagyon tetszik, olyan nagyon más és olyan felszabadító, olyan gyors számokat énekelünk, és én nagyon tetszik. Az újak mellett pedig vannak természetesen, akik már régóta lelkes tagjai a kórusnak, például Ferenci György lánya, Bora is. Eleve, mint barát kerültem ide, aztán így beleszoktam, és én az Esztert, a kórusvezetőt ismertem régről, és én ott például a társaságot kedvelem itt a legjobban, meg így ezért járok inkább. Énekelek és hegedűn játszom. Ez a zene nekem alapvetően a szívem csicske, szóval én... De komolyan nagyon szeretem, mert nekem is az. Nagy szabadság ezt a fajta zenét játszani, és nem olyan nehéz. Ez is a lényeg, hogy egyszerű a zene. Nem azt mondom, hogy primitív, mert igazából ez egy primitív gyökerű dolog, de tényleg egyszerűen megtanulható, és egyszerűen élvezhető. Aztán, hogy ennek nyilvánvaló vannak komolyabb szintjei is, meg alacsonyabb, közepes, magasabb szintjei is, vannak ennek a fajta muzsikának, de alapvetően ez egy könnyen elsajátítható és könnyen élvezhető stílus, igen.